ahol feküdtem. Itt vagyok mögötted pont. Jó, keresd meg fekve, hogy hol van az a pozíció, ami jó neked. Nem kell. Hát. Ha itt maradsz előttem, akkor válladra is látom támasztani a fegyvert. Valós egy RPG-s. Bemegyek eléd. Gyere. Ja, tucira egy RPG-s, ott van a hátán a bója. Rád vagyok támasztva. Oké. Okay. Azt mondja, hogy szerintem kezdjünk a rosszabb rálátásúval. Kerek Hát az a 500 baj, én méter. innen csak azt látom, amelyik a nagy géppuskától jobbra van. A másikra Jó. én egyáltalán nem látok rá. Oké, okay, akkor... akkor jobbozzunk. Na, akkor meg a jobbos nem fogjátok Szóval látni. látok rá, jó? Na, ettől jobban nem tudsz jobbra menni. Nem kell rálátnod, csak érezned, hogy hol van. Nézed, hogy hol van a csöve, az RPG-nek a csöve. Lehet látni a csávónak a jobb Látom, innen karját. megvan. Ha ide jössz elém, akkor innen mind a kettőre tökéletesen rálátok. Annyi, hogy mondjuk a jobb oldali eltakarja a tábla a testét, de a fejbe tudom lőni, az nem lényeg. Hát az pont elég. Tehát a hátsó hány méter? 540, Mármint az RPG-s hogy mennyi? 455. Nem, az a izé lesz rommel, az a lomb, 500 a szám, vagy 500 a Jó, homokja. 500-ra lőjed, mert a csávó is Jó. ott áll a piros, úgyhogy ő is ott állhat. És utána mennyi a Ádám, másik? ugyanaz. Ugyanaz? Jó. Itt Ugyanaz, vagyok. mert egymás mellett. Lőhetünk, Ádám? Igen. Na, akkor kezdjük. Egy hat. Az találat, lőjed a másikat fejre. Kettő hat. Találat, fekszik mind a kettő. Szép lövés. Kösz. Na, jó kezdés, 2 mínusz. Kezdhetitek. Oké, okay, Petiék. Itt vannak, hátrál egy picit. Ja, mögöttünk, oké. Okay. Mi megyünk elől? Igen. Gyülekező itt nálam. Rendben, mond. 2-1 indulni fog kettővel, akkor gyülekezzetek a 2-1-re. Először az S-ig elvisszük a járgányt, ott lerakjuk, és utána megyünk át az arra. Helyzet a következő. 2-3 vette. Ugye itt vagyunk, be kell jönni ide az erdőbe, és erre az egyes irányába valahol itt, valahol. Ahol gondolod. Jó, rendben van, megoldjuk. Szabadon választhat, már indulhatunk is. Kibírom. Ja, közelebb visszük ezt a hámit és szájába a kurutasnak. Elküldted a teremtőjük az őket? Jól van, gyönyörűen. Oké, akkor indulok. Még ezt a hámit is. Oké. Jó, megvárom meg még mert George. A rombelék vagy peték fölérnek az esnek a magasságáig, és akkor utána visszük a hámit. Legyen biztos az a hely. Indultam. Mint a... Kettő egy elindult. Indultam. A magasságáig. A többi hármit is megint magunkra. George, hogyha valami van, illetve hogyha közeledünk, akkor át fogunk állni vonalra. Rendben. És hát majd meglátjuk, hogy bal vagy jobb, de most azt mondom a jelen pillanatban, hogy balra a géppuska. Értettem. Hallasz, Rommel? Igen. De akkor ha kontaktunk van, azonnal fejlődjünk vonalra? Téged nyugodtan. Rendben. Kontaktnál nyugodtan lehet vonalra fejlődeni, balra a géppuska. Oké. Okay. Még mindig sárgák vagyunk? Igen. Kettő egy kérdezi egy-egyet, sárga tűzparancs még mindig. Megerősítve nektek sárga tűzparancs, és amint készen álltok a tűzharc, onnantól zöld. Még.
kettő egy vette. Sárga tűzparancs, hogyha felvettük a pozíciót, jön velünk egyébként a 2-3 is, a Petiék is, és a két raj fog együtt dolgozni. Mert a támadásra, hogyha mindenki felvette a pozíciót, akkor támadásba megyünk át, és onnantól fogva zöld lesz. Vége. Vettem, értettem. Milyen a kilátás onnan tőle, Stav? Stav, ne felejtsd el, hogy lent a kikötőnél is volt, a stégre már rá lehet látni ilyen... 2-3 kérdezi, a 2-1-1-et akkor mentek rá direkt az épületre? Itt a 2-1, igen, felfejlődünk, aztán meglátjuk, hogy mibe botlunk bele vége. Megálltam. Megálltam. Innen... Nekem 3.37 fokra már látom az épületnek a tetejét, úgyhogy innentől kezdve szerintem mehet a vonal, illetve jobb oldalra talán a stégnek a, igen, a stég tetejét is lehet látni. Egy fokra, úgyhogy innen már vonal. Jövök. Mondodok. Mennyire húzzuk szét? Túl ne. Ez úgy nagyjából jó is lesz. Oké. Okay. Fegyver fent. Fegyver fent. Abszolút. Jó, 2-3, a 2-1-nek zárkozzunk mellétek jobbra, és mi meg húzódunk a sziklák felé, a part felé. Vettem. A part felé fog húzódni a 2-3 a sziklák felé. Vettem, akkor én egy kicsit vettem balra. Jó, álljunk meg majd itt annál susjásnál. Hogy fejlődjön fel a 2-3. Álljál meg majd ott. Vettem. Van egy kisebb mélyedés, itt megállok. Jó. Tőlem 347 fok northwestre ellenséges álcahálót látok. Jó, nem jó, látok okay benne senkit. Megerősítem. Igen, látom. Megállt, jön vissza a csónak, kontaktunk van a mólónál, illetve a csónakra is rálátunk. Itt egy-egy rátok, bízom a kontakt meg. Kubi, húzzunk be, akkor kocogjunk. Na remek. Vettük. Lövés volt. Kicsit balra. Sokat balra. Lassan menjünk előre, Stav. Értettem, indulok. Megvan az 50-es. Jó. Civilre figyeljünk. Civilek rohangásznak. A 50-es mellett volt egy pali, kapott egy fejest. Jó. George, gyere lejjebb. Kicsit jobbozzunk. George, ide a Stav helyére gyere, innen kurva jó rálátsz, és tudod fogni azt az északnyugatot. Így van, én meg visszafoglalok a DNS-be. Jobbozhat Stav lefelé. Lőszeres láda van a álcaháló alatt. Kékben van egy ember, az egy... Igen. Jó, lassan mehetünk előrébb. Az épület sarkánál 2-3. 1-1-2-2. Péter. Két emberem kapott egyet, jelenleg fedezékben vagyunk, mindjárt mondom a továbbit. Balról elkezdem kerülni az épületet. 2-3, kerülünk bal, 2-1, kerül balról. Ez viszont nem este viszont. Figyelj, Rommel, vigyázzatok a bal oldalon az 50-esre. 50-es takarítottuk a járműből. George, balra figyelj. Jó, sikerült. Húzodj be, Kettő-kettő, menjünk segíteni. Elkapták Stavot. Egy perc is mondom. Grázot kaptunk. Úristen. Gyere be ide, gyere be ide. Rommelt is elkapták. Semmi bajom. Kötöm magam. Egy-egy-kettő-kettő. Én csak elállítom a érzést, lefüttem és behúzom a Stavot. Jelenleg meg vagyunk, majd valami kavarrás kell. Nem sürgős véta. Rommel, meg vagytok?
Igen. Itt bent a házban vannak. Fölöttünk volt. Robi, hallasz? Hallak. 357-re látok egy homlokzsákot. Nem látok benne senkit. Jó, fiú, hogyha a fegyveres látsz, ha biztos, hogy fegyveres, akkor szed ki. Például, mint az a csávó. Kerüllek Donátor. Azt a kurva, hogy eltalált ez a rohadék. Meg vagytok? Szav? Meg vagyunk. Biztos, meg vagyok. Ja nem, tényleg, Grát. Nem, engem a Grát találta. 1-1-2-2. Vételem. Ez a pozíció itt elég rossz nekünk, tehát a városba nem tudunk lehetni rendesen, előrébb kéne menni, de arra nincsen fedezék. Észak-nyugatra viszont nem látunk el, és simán ránk tudnak jönni Véta. Tetőn fel. Igen. Vettem civil lent 19-20-ra. Akkor vonuljatok vissza. Igen. 2-2 vette. Kettő-három a épületet be tudtátok venni? Negatív, behúzottunk a déli részére itt egy belső kis lukba, aztán itt húztuk meg most magunkat az ellátásig. Most vagyunk harcképek, misek vége. Vettem. Ó, de jó, megint remeg a kezem, mint a kurva anyja. Csak előre kéne itt haladni. Jó, tudunk fölmászni az erkélyre? Próbáljuk meg. Erkélyre, hogy akarsz itt felmászni? Gyere itt rajtam keresztül. Így van. Csak piros, megy csak piros. Rövöttetek megyek. Oké. Jó, a saját géppuska. Jó, készülj, Dani. És mehetsz. Úgy csó leszek. Mentem. Indultam én is. 1-1-2-2, jövünk vissza. Vettem. Jó, akkor B-terv. Itt van az a bódé. Oda bemegyek. Szerintem a másik oldal alacsonyabb van. Tűzpárral. Felszakadtam. Állj, megrom. Fönn vagyok. George, menjél föl. Várjál! Nem vagyok én is. Jó, gyere! 2-1 jelenti, 2-3-nak embereink vannak az épületnek a felső szintjén, fölmásztak, takarítják az épületet. Takarítsátok az épületet. 2-3 vette, fedezzük a kikötőt, okay. Mert várható, hogy a csónak visszatér. Vettem. Végjöttem az ablakon. A Petiék fedezik a, a kikötőt a kikötő felül. Vettem, jövök. Jó, Doni, addig... Wow. Vigyázz Kubiékra. Megyek Ádámhoz egy perc. Itt a csapodat 320-nál. Inkább 327-nál. Nem tudom, hogy mi voltunk -e. Nem, az ellenség volt. Merre vagy? Itt vagy. Itt fönt. Ellenségek vannak itt a... előttünk, ami a fenénél. Utcánál előttünk, de ahhoz, hogy fedezni tudjuk lomereket, mindenképp előbbre kell mozognunk, és a többét... Robi, az én pozíciótól 0-12-re egy off-road, ha jól látom, HMG-ra. Jó, egy pillanat is mindjárt meg elintézzük, plusz éppen Kubiék most jelentik, hogy van egy off-road rakétával, azt megpróbjuk kiszedni, és akkor utána itt rendezgetünk. Nem látok benne józást. Megyek, addig vissza mindjárt. Ha jövök vissza hozzátok. Oké, okay, még egyszer, hol láttad? Az én pozícióból 12 fokra. Ja igen, az a... A Sofrot már kiszedték Rommelék, plusz... Abba az irányba figyeljetek, mert ők most már ott fognak lenni az 1-es 2-esnél. Úgyhogy ilyen 9 foktól egészen mínuszba, tehát balra. Csekkoljatok mindent. Plusz mindjárt elérjük majd járművekkel, azt mondja Doki... Doki? Fast Kubi. Ide el tudnánk talán jönni. Ötvenes offroad. 328-330.
Minusz, oké. Okay. Jó, az kéne. Piros. Ide kijebb jöttök még egy 10 métert, tehát Kubi kb. Valahol oda környékre. És akkor Hanvit pedig fölhoz Donnival. Kettő jelenti az egyes épület tisztítva. Vége. Jó, Tiger, kövess Kubit. 2-3 a 2-1-nek itt vagyunk kint az épület komplexum sarkánál kívül a kerítésnél. Offroad, igen. Menj tovább, kövess Kubit. Vettem. Északnyugatra fedeznek a többiek, nyomulni kéne előre nyugati irányba. Jó. Jó, ti ezt fogjátok ott. És akkor Doni, visszanyjunk és hozunk egy Humvit. Oda a kb. Kubiék mellé, de bal oldalra. Oké. Nyugatra tudtok északnyugatra fedezni? Próbáljuk, de van egy ház, amitől nem látok gyertek le. Annyira. Menjünk hozzátok? Közbe. Igen, ott, ahol onnan fölmásztatok, oda gyertek. Oké, okay, vége. Itt vagyok mögötted közbe. Oké. Okay. Közben 2-3 keresi a 1-1-et. Vételem. A 1-es, 2-es épületnek az udvarán találtunk egy nagyobb lőszeres lerakatot. Vettem, szép munka volt, tegyétek vele a dolgot. Vége. 2-1, 2-3-nak a 2-es épületet el tudjátok foglalni? Vége. Igen. Igen, már is, csak aláaknázom akkora. Vettem, mert addig nem tudunk tovább haladni, míg azt nem biztosítjátok. Értem, vettem, már is aknázok alá, és utána megyünk följebb. Ezek innen lőnek fölülünk. Kint nem néztük meg a peremet. De a kettes... De itt vannak a ház túloldalán a sajátjaink. Ott az álcahálónál. A 2-3. Ott biztos, hogy nincsen senki. Három indul a kettes épületre. Hami. Oké, mehettek, ha kell, akkor ide már rássatok fedezéket. Plusz majd nyugatra nagyon figyeljetek, mert ez eléggé egy szar környék. Jó, indulunk. Végül is gyere, menjünk egy kicsit előjét. Gyere ide, ehhez a fához, ami előtt állok. Ide, jó, Doni, itt hagylak Ádámékkal. Megyek pirossal tovább eddig. Jó, rakom, betalmasztam. Jó. Jó, itt vagyok a korlátek közben. Jó. Nem tudom betalmaszni. Jó, kettesben már ott van a saját. 2-3-as jelenti, a kettes épület tiszta. Vettem, megyünk tovább, haladunk nyugatra, veletek túloldal szembe, lemezbódéhoz. George, maradj, staff irányát. Oda, nevezd Bódi. Megyek én is. Tisztának tűnik. Megyek én is. Rendben. Jöhettek. Jövünk, ki a sarokra? Géppuskával. Melyik sarokra? Bal oldalra? A jobb sarokra. Mehetünk előre, mehetünk. Szóval mehetünk. Oké, megyünk.
Stop, jövünk itt a háta mögött át. Már ez nem túl szerencsés ez a rész itt. De hogy nem. Senkit nem látok. Jó. Akkor menjünk előrébb a kőfalhoz. Fejlődjetek fel a kőfalhoz. Itt vagyok. George jöhetsz. Kettő egy a 2-3-nak. Jöhetsz át a hármas épületre, tudunk fedezni. Vége. Indultunk. Mennek át a hármas épületre a 2-3. Az ugye ott velünk szembe 300 fokra. Hova megyünk? A hármas épületre ott szembe. Ja, nem hallottam. Oké, indulok. Át a kerítés, vagy... Az a baj, nagyon közel jövök a kőfahoz, nem látok rá. Akkor csináld úgy, hogy jó legyen. Átmászhatsz oda az izéhez, a homokzsákhoz. Menjetek oda a stavval, menjetek. Más nem, hogyha valamilyen nagyobb akció van, akkor... 20-ra már barát. Miért van az, hogy a GPS... Hármas épület tiszta. Vettem. Nyomuljatok szerintem nem tovább, Peti, mert még mindig tudunk fedezni, de hogyha gondoljátok, akkor hogyha jobbnak látod, tudunk pozíciót váltani. Vége. Szerintem följöhetnétek a pozíciónkra, nyomulunk mi innen tovább, csak a tízes épületet itt jobbra mellettünk, azt kéne fedezni. Följöhetnénk a roncsig, vagy a pádon. Vettem akkor a tízes épület, vettem. Nyomuljunk föl, oda, ahol a többiek vannak, Stav, mert utána hát egy ilyen 3-40 irányába a tízes épületet fedezni kellene. Látom, vettem. Mehetünk. Indulok. Na, az akkor a civil volt. Fejem mellett első antéko, jó. Vettem, passz. Akkor inkább gyere le addig onnan, ki ne vegyenek. 2-2, mint a belövés lenne Northwestről. Méter. Pozitív belövés, de sokan növényzett. Félleg fasz se látunk. Nézem, a dombok nem-e valami sniper vagy valami. Robi, innen a pozícióban ott a benzinkútnál. 330-ra ott van ott valami az ablakban, olyan narancsárga, szerintem az egy civil. Ja, az egy civilnek néz ki, igen. Vettem. Mehetünk. Indulok. Indultam. Hát ezen csak átmászni lehet. Gyere, Rombá. Jövök. Normál. Baráti mögöttetek. Jó, akkor miért szát is adtuk. Vettem. Majd a 4-es épületre. Nem, mint a néha kihagyna a mikrofonod. Kinek, nekem? Aha. Na, fasza. Arról már előttem a tízes épület. Oké. Mi fogjuk inkább ezt a délnyugatot. Megy el át előttem egyelőre, állj meg, mert jönnek ki az épületből. Mak, gyertek kifele és mozgás a négyes. Nem mászunk ki? Ki tudunk itt mászni? Meg már itt vagyunk ezzel. Egy-egy-kettő-kettő kérdés. Rommel, gyanítom, hogy átmegyünk a tízesre. Lőttük fölfelé, ilyen kettő. Mi történt ezzel a két pali valaki ott volt a kék ház tetején? 254 fokra szedtünk ki egy csipát. Passz. Jó, akkor ha még ott vannak, már pedig valószínű, hogyha nem tudunk róluk, akkor onnan valószínűleg a tízes házról ránk fognak látni. Javaslom a tízesnek a megközelítés hátulról, keleti irányból, és akkor valamilyen szinten fedve leszünk. Tehát egy balos, egy jobbos kiskerülővel. Mindjárt jövök. 2-3 jelenti a 4-es épület tiszta. Vettem, elmegyünk a 10-est. Egy pillanat. Fedezünk itt benneteket a 10-es, 11-es irányából. Takarítsátok szerintem itt ezt a 4, 5, 6, 8, 9-et, mert ez egy blokkban van, és próbálunk akkor benneteket fedezni észak-nyugati irányból. Vettem. 1-1, 2-2-nek vétel. 2-2.
Egyelőre staff, tartsátok. Egy torony 1350-es jelölés. Megvan, Péter? Pozitív, megvan. Takarítsátok le tüzérséggel. Igen. 2-2 vette, letakarítjuk. Egy-egy, kettő-kettő, jó a tűzijáték, egy perc. Egy-egy vette, tovább kellene tolnunk a fedező pozíciónkat. Körülbelül oda az utcán pozíciójáig a térképen. Igen. Kettő-kettő vette. Kettő-egy keresi az egy-egyet. Jó, következő lesz. Ahogy mondta, takarítom a dombot, utána előre tudjuk a pozíciót ide az útzárig szembe. Itt egy-egy a fedező csapattal tartok, kitoljuk a fedezetet a útzár jelölésig, tehát veletek leszünk egy szintbe, és ott tudunk már medikusi ellátást adni. Vége. 2-1 vette. Hamarosan megoldható lesz a szanitécellátás. 1-1-2-2. Péter. Kérdés, vigyük a járművet is. Megerősítve, illetve visszük a parancsnokit, amiben ugye a medikus ellátást fogjuk biztosítani. Próbáljuk meg elvinni az utca feliratig, ott már a mieink lesznek közvetlen az út jobb oldalán. Vége. 2-2 vett, egy perc is intézzük. Jó, akkor következő lesz Kubi, Doni, visszamentek a járműhöz. Én és Tiger szépen is elindulunk az útzár felé. És ti pedig velünk párhuzamba hozzátok a járgányt. Ahogy értük az útzárat, géppuska fogja az utat tovább, és akkor sofőr kiszáll, és hárman a földön fogjuk az észak-nyugati irányt. 8-as, 9-es épületet, a 6-os melletti bódét. Jó, visszajárműhöz kettő. Bevesszük a 7-est. Tudtam. Vettem. Itt egy-egy érdeklődik bármelyik egységtől, aki a parton van, hajtott végre a műveletet, ott a hajókkal mi történt? Megsegítettétek? Végül, Péter. Vágom, ezzel jár. Jó, gyere, séta. Igen, jövettek. Gyere. Gyere a balomon fönt. Igen, és biztonságos lábban vagytok, mehet a tűzjáték. Végül. Oké. Civil szembe messze. Jó, majd Ámbit pontosan az útzár balján rakjátok ki. Kerülöm jóra a bokrot. Láttam, baludat kerülöm. Oké. Kettő, Kubi, állj is keresztbe. Vételen. Egy-egy. Itt jó vagy, menjek előre? Menj előrébb, és pont az útzárig és egy ilyen éles balost húz rá. Itt a 2-1 az 1-1-nek két sérült embert fogok hátra küldeni az útzár felirathoz. Most indultak. Jó, jó. Oké. Jó, Donny maradsz bent, Kubi kiszállsz, és akkor géppuska ki tudsz támasztani az órára szerintem. Igen, vagyok. Jó, 2-2 az útzárnak a bal oldalán. Yes. Oké, okay. Itt támasztok. Nézem észak nyugatot. Figyelem nyugatot. Jó, majd ugye ahol van most a zöld offroad. Van az nektek is zöld, pont annál az épületnél vannak barátiak. Melyik zöld? Offroad, amelyik a háznál van. Na, a fegyveres, ha? Ezek a fehér, csak mondom. Akkor arma, oké, okay, akkor csak hívjuk fegyveres offroadnak. Bocsi, csak... na.
Van ilyen. Igen. Civil futat kereszt az úton jobbra balra. Minden egységnek az utcánál medikus ellátás, ahol van lehetőséget. Legfőképpen az utat fogjad, azon kívül ugye Tiger meg Kubi tudja fogni az nyugatot. Viszont bármit meglátsz, megküldeted. 308 fegyveres? Amint meglátom... Kettő, hogy vettem. Amint meglátod, zöld. Vettem. Ha RPG és akkor meg szuper zöld. Akkor megsötétződ? Körülbelül. Hiper szuper. Robi, a 351-nél a baráti mögött van egy kék ilyen háztető, és ott van egy csók, az halott, mert innen nem látom rendesen, csak egy fejet látok ott. Erre bejövök eléd. Civil 310-re fut felénk. 351 fok, baráti ház mögött, kéknek a tetején. Kéknek a tetején... Igen, az tuti halott, az kész. Jó, csak egy fél testet látok ott, azt biztos, hogy biztos, hogy igen, előtte ott van keresztben, az a baj, én ezt nem látom, mert nincsen nagyítom. Mindig ilyen karóba húzott pozícióban végül is. És semmit nem látok, csak egy negyed testet. Ennyi 100 méter az a pár épület. Kettő egy rajparancsnoknak pirulata AFK. Az a legjobb, ha be tudnánk azt a hármast foglalni. Az a baj, hogy rosszul. Jó, Kubiot figyeld. Figyelem. Jön erre. Jó, kinda panic. Figyelem én is közben. Robert, a helyzet a következő. Várj, picit álltam, ez azért. Csávó, ez itt most picit gyanús. Gondolkozom rajta, hogyha elfut, akkor jó lesz. Ez csak egy hülye feka. Nagyon jó. Na, most akkor mondod. Tehát a helyzet az, hogy ugye két rajunk még takarítja. Vette az A zónát, nekünk pedig vettem. Le kéne feleznünk ezt a zónát, térképen mutatom. Tehát, ja, tabletet néztem. Igen, ők ezt fogják takarítani. Nekünk meg az lenne feladatunk, hogy az innen átjövő ellenséget lefogjuk. Tehát be kéne jönnünk ide a központba. De pont azon gondolkoztam, hogy ezt az 1-es, 2-es, 3-as kizsúváznánk, és akkor a 2-es, 3-as hozzá, hogy be lehetne dobni a HMV-t, és akkor azon középületeket tudjuk fogni. 4-es, 5-ös az meg nem épület, az ott csak egy víztorony, meg egy... Igen, jó. Itt a körülszor. Jó. Akkor figyelj, levisszük a HMV-t ide a benzinkúthoz, letisztázzuk, és akkor utána majd... Oké. Okay. Oké, okay, onnan fegyveres, akkor küld meg. Igen, fegyveres. Úgyhogy el fog tűnni. Nem látom már. Ó, az aki fogyasztáltatak a izét. Mit? Fegyvert, most töltöttem újra. Civil, figyelj, civil, ugyanarról az irányból 300. Igen, egy fehér felsőben láttam. Jó. Zöld civil ruhában láttam a fegyverest. Jó, közben addig ami lesz. Az a fehér pólós. Jó. Ami lesz, kiszonk a járműből, és itt van pont 337-re a benzinkút épülete. Igen. Oda átmegyünk mindgyalog. Azt kitisztázzuk, és mellette a kettes épületet is, plusz majd a hármast is. Ha az megvan, utána akkor átköltözünk HMV-val oda a kettes környékére. Arra jó, bocs, hogy beleszólok, arra figyelj, hogy 6-os, 8-as, 9-as, egy piros körbe. Onnan van ez a denami. Hát igen, az azt mondja, ez a favela, vagy ilyen. Az úton! Basz, nincs van a füldő. Tiszta. Hát a spajtás, azt már hiába lövött, az már ott.
Akkor amíg az ott popcornozik magának, addig még nem megyünk sehova. Két darab jármű érkezett lefele az úton, mind a kettő iktatva. Újra töltök. Vettem szép okra. Jó. Na, közben addig nem mondom. Tehát olyan popcornozásnak annyi lesz, akkor szépen Doni, te is kiszállsz, átsétálunk az épületre 335-re, letisztázzuk, és akkor még utána a kettest mindenképpen, a hármasra, akkor lehet, hogy nem megyünk át még egyelőre. Ott majd meglátjuk, hogy lesz. Mit a pozíció? Vagyok ismét, elnézést. Oké, jó, ez még itt kipukkangatja magát, és akkor elindulunk. Mondjad, végre. Bocs, itt a 2-3-nak majd medikre szüksége lesz. Vettem. Helyzet a következő lesz, a felező teammel főzárkózunk és bevesszük ezt a... Mindjárt verre közben még rádió megy. ...lévő 1-2-es 3-as pozíciót, onnan pedig ti folytatjátok az A-zónának a bevételét a 10-től fölfele. Egyelőre mi fogunk mozogni a felező teammel, bevettük a pozíciót, ott akár medikusi ellátást is fogunk majd biztosítani. És dolgozhattok tovább az A-zónán, és fogjuk a nyugatot, északot, délt. Vége.